Washington, nem sikerült megállapodni a mexikói határra tervezett falról és a részleges kormányzati leállás feloldásáról. Donald Trump, 72, amerikai elnöknek Nancy Pelosi, 79, demokrata házelnökkel, ugyanis Trump rövid idő alatt faképnél hagyta tárgyalópartnerét. Megkérdeztem, hogy ha most gyorsan újraindítjuk a dolgokat, akkor megszavazzák majd a határbiztonsági intézkedéseket, köztük a falat vagy az acélkerítést. Nancy azt mondta, hogy nem. Én erre azt mondtam, hogy viszlát, nincs miről beszélni, idézte fel a történteket Trump, aki újra kilátásba helyezte, hogy kész rendkívüli állapotot elrendelni, hogy elnöki rendelettel indítsa meg a falépítést, ha a kongresszus nem szavazza meg rá a pénzt, 5,6 milliárd dollárt, 1600 milliárd forint. Egyesség hiány már a 20. napja tart az amerikai kormányzat részleges leállása, mivel a demokraták nem hajlandók megszavazni a falépítés költségét, Trump pedig emiatt nem írja alá a költségvetést.